Nem, perc előtt Törtei Tamással beszélgettünk, és hát ő mondta, hogy ők is, de hát leginkább a szurkolók nagyon féltették a csapatot, hogy mi lesz most idegenben. Mondhatjuk azt, hogy jól jöttetek ki ebből a mérkőzésből. Ott hagytunk két pontot, vagy szereztünk egyet Nyírmóton? Szerintem ott hagytunk, de magamból indulok ki, tehát én arra számítottam még a kiállítás után is, hogy nyerünk. És meg is voltak a lehetőségeink, főleg nekem, tehát ha egy kicsit jobban összpontosítok, a vége az utolsó passzoknál vagy a lövésnél, akkor meg lehetett volna a győzelem is, mert stabilak voltunk hátul megint nagyon. Mekkora erőt ad az a csapatnak egy ember hátrányban is, ugye már két meccset megnyertetek korábban? Én nem érzem se nagyobb erőnek, se, tehát szerintem nem változtatott semmit az égvilágon az, hogy egy emberre kevesebb vagy egy emberre többen lettünk volna ugyanígy. Hát ugyanúgy játszottatok tovább, ugyanaz a taktika, mint amit előzetesen elterveztetek, vagy ilyenkor azért át kell állni és egy más szerkezetben játszani? Nyilván fejben át kell magunkat jobban állítani, hogy még több kell, főleg az előjátszóknak kell hozzá, sokkal többet hozzárakni így. Ha akarunk valamit, ha nyerni szeretnénk, akkor nyilván de a védekezésben is még több munka kell ilyenkor. Én emlékszem a szurkolói ankétra, amikor megkérdezték a játékosoktól egyesével, hogy mindenki mondjon néhány szót, miért jött ide. Te kapásból rávágtad, hogy az NB1 miatt jó úton haladtok. Áll Istennek, igen, eddig szerintem felülteljesítettük azt, amit vártunk magunktól is, de jó úton haladunk, igen. És most hétvégén be kell gyűjteni 3 pontot, és akkor még közelebb leszünk a célunkhoz, igen. Nem lesz egyszerű, hiszen a Szolnok egy jó csapat. Hát semmiknek nem egyszerű most itt az NB2-be, de van olyan keretünk, és olyan formában is leszünk, simán megnyerhetjük ezt a meccset is.